kiütéses győzelmet aratott a Rába Eto futsal csapata hétfő este a Csömör elleni bajnoki mérkőzésen. Sok esélyt már a találkozó elején sem adtak a zöldfehérek a Rubeolának, Ludék folyamatosan támadtak, a vendégek pedig nem igazán tudtak mit kezdeni a hazaiak rohamaival. A győri gólgyártás Álvarító találatával kezdődött meg a 7. percben. A folytatásban még nagyobb sebességre kapcsoltak az etósok, és hamar 3-0-ra változtatták az állást. Előbb Fábio, majd Harnis is betalált. Ezután megfogyatkoztak a csömöriek. Fábio ellen szabálytalankodott Horváth, amiért jogosan nyert a második sárga és a piros lap. A győriek a következő két percben négyszer is beköszöntek a Rubeolának. Sorrendben Álvarító, Carlinhos, Fábio és Juanra. Ezután még 10 métereshez is jutottak a zöldfehérek, ám Álvarító lövése mellé ment. Fél perccel később azonban kijavította a hibáját, és akcióból megszerezte a hazaiak 8. gólját. A szünet után már visszavett a tempóból a Rába Eto, bár több helyzetük is volt, ezekből csak 2 váltott a gólra ebben a félidőben. Lódi a 30., majd Püspök a 38. percben vette be Varsányi kapuját. A végére a győriek így is 10-0-ás fölényes sikert arattak a Csömör ellen. Nagyon keményen dolgoztunk a héten, és ezt meg is tudtuk mutatni a mérkőzésen. Nagyon örülök, hogy ilyen jól játszottunk, és hogy sikerült 3-szor is betalálnom, de ez a társaim nélkül nem ment volna. Szerettük volna megmutatni, mit tudunk, és annyi gólt lőni, amennyit csak lehet. Nem sokáig pihenhetnek Lódiék a héten, pénteken ugyanis újabb bajnoki mérkőzés vár rájuk a Dunakeszi Kinizsi ellen.